Az amerikai kormány rosszabbul bánik velünk, mint az oroszokkal. Ezt Orbán Viktor jelentette ki abban az interjúban, amelyet az amerikai Fox-tól menesztett sztárműsorvezetőnek adott. A Híradónk által megkérdezett szakértők egybehangzóan azt mondják, a miniszterelnök számos ellentmondásba keveredett, és többször pontatlanul fogalmazott a beszélgetés során. Not the favorite politicians of the liberalism. Sajnos nem vagyok a liberálisok kedvenc politikusa, de senki sem tökéletes, tudja. Orbán Viktor a Karmelita Kolostor kertjében adott interjút a Fox-tól tavasszal menesztett jobboldali sztárműsorvezetőnek, Tucker Carlsonnak. A beszélgetés javarészt az orosz-ukrán háborúról szólt. It's tragedy for Ukraine. Ez egy tragédia Ukrajna számára, de előbb fognak elfogyni a katonáik, mint az oroszoké. A harctéren végül a katonák száma fog számítani, és az oroszok ebben sokkal erősebbek. Jóval többen, sokkal többen vannak, mint az ukránok. De meg kell értenünk, hogy nem tudjuk őket a jelenlegi módszerrel legyőzni. Lehetetlen. Nem fogják meggyilkolni a vezetőjüket. Sosem fogják feladni. Egyben tartják az országot, és meg fogják védeni. A Híradónknak nyilatkozó nemzetbiztonsági szakértő szerint számos ellentmondást tartalmaz az interjú. Ráadásul Kis Benedek József szerint sokkal óvatosabban kellene fogalmazni a miniszterelnöknek, amikor határozott kijelentéseket tesz Putyin likvidálásával kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy nem lehet határozott kijelentéseket tenni olyan témában, ami nem vagyok biztos. Tehát azt kell mondani, hogy elképzelhető, lehetséges, vannak rá adatok. De az, hogy most biztos, hogy nem ölné meg senkit a Putyin, erre én nagy fogadást nem tennék. Vannak nagyon sokan az Oroszországi Föderációban olyan emberek, és főleg a hadsereg erőszakszervezetek kötelékében, akik nincsenek megelégezve a jelenlegi helyzettel. Call back Trump. Hívjuk vissza Trumpot, ez az egyetlen kiút. A miniszterelnök szerint ugyanis Moszkva nem támadta volna meg Ukrajnát Trump elnöksége alatt. A Híradónk által megkérdezett szakértő ezzel nem ért egyet. Ezt a leghatározottabban John Bolton, Trumpnak a volt nemzetbiztonsági tanácsadója cáfolta, aki azt mondta, hogy Trump éppenséggel meggyengítette a NATO szövetséget, és bátorította Putyint arra, hogy agresszíven lépjen föl barátságával. Tehát nem igaz az, hogy Trump megmenthetné a világot. Ez nyilván egy hízelgő mondat, aminek meg is van már a következménye, mert Trump a saját Facebook posztján már meg is köszönte Orbán Viktornak ezeket a szavakat. Az interjú hatalmas népszerűségnek örvend. Az X korábban Twitterként ismert platform friss statisztikái szerint már több mint 50 millióan látták a felvételt. Özöllenek a kommentek is. Köztük Elon Musk is hozzászólt, igaz nem közvetlenül kapcsolódott posztja az interjúhoz. A Híradónk által megkérdezett közösségi média szakértő szerint ritkábban fordul elő, hogy egy üzletember politikai tartalmú poszthoz hozzászól. A legtöbb helyen próbálják magukat távol tartani az üzletemberek a politikától, hiszen abból túl sok jó nem sülhet ki, és éppen ezért tartom ezt egy hát merész húzásnak, de Elon Musk esetében ez igazából a többi között teljesen elfér. Forgács Marian hozzátette, egy-egy ilyen megnyilvánulás a Tesla részvényekre is hatással tud lenni, de mivel ez a platform Muské, az csinál, amit akar.